Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget a művészetelméleti tagozat nevében. És Solymosi Tari Emőke vagyok, a művészetelméleti tagozat vezetője. Hát a keddi kaleidoszkópban, amelyet az itteni kedves közönségen kívül az internet közönsége is láthat, hiszen minden beszélgetésünk felkerül a világhálóra. Nos, ebben a sorozatban jelentős alkotó és előadó művészeket hívunk meg, akik a munkájukról, az éppen zajló programjaikról adnak nekünk némi beavatást, úgyhogy mindig a műhely titkokba is bepillantást kaphatunk. A mai vendégünk egy különösen kedves vendég, Eredics Gábor, akiről először is hadd mondjam el, hogy ő egy ilyen különleges tünemény. Tudnélik, ahányszor találkozunk vele, ő biztos, hogy mindig nevet, mosolyog, viccelődik, lelkes, szóval valami csoda az az életöröm, amit ő sugároz magából. No persze, ez a nagy vidámság egy hatalmas karriert, egy fantasztikus életművet takar, ami még persze messze nem fejeződött be, hiszen Eredics Gábor a világhírű és világszerte koncertező Vujicsics együttesnek, a Kossuth-díjjal kitüntetett Vujicsics együttes az egyik alapító tagja és vezetője, de emellett fantasztikus az a tanári munka is, amit végez, hiszen alap, közép és felsőfokon is tanít, a Zeneakadémia tanára. Millió dolgot csinál, népzenét gyűjt, mindenfélét szervez, mindig kitalál valamit, de az egyik legújabb dolog, ami miatt most meghívtuk, az, hogy több mint 2 éve a Dankó Rádió igazgatójának, új igazgatójának nevezték ki Eredics Gábort. Úgyhogy mi nagyon kíváncsiak vagyunk az egyéb munkáid, a művészi és tanári munkád mellett, különösen erre a tevékenységedre, hogy mi várható, milyen változások várhatók. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Vasvári Anna Mária szerkesztőt, a Dankó Rádió munkatársát, akinél azt hiszem, hogy avatottabb kérdezőt aligha hívhattunk volna meg, akkor, hogyha Eredics Gábornak elsősorban a Dankó Rádiós tevékenységére vagyunk most kíváncsiak. Úgyhogy nagy szeretettel megköszönöm a tagozat nevében, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor át is adom a szót. Szép estét kívánok! Nagyon szépen köszönjük ezeket a szavakat. Én csak annyit mondhatok, hogy csatlakozom az előttem szólóhoz, mivel a főnökömmel fogok beszélgetni, minden szava igaz volt Solymosi Tari Emőkének, illetve egy apró történet, ami azért jellemzi Gábort és a kapcsolatunkat, hogy én életem első interjúját vele készítettem. Nem mondom meg mikor, Szentendrén a templomdombon. Én 2 vagy 1 ártatlan kérdést próbáltam feltenni, amire Gábor készségesen válaszolt 45 percben, amiből nekem 5 percet kellett első interjúm és beszélgetésen kapcsán vágni, tehát életem egyik legemlékezetesebb első interjúja Eredics Gáborral készült. Úgyhogy így vágunk bele ebbe a beszélgetésbe, a 1,5 óra lehet, hogy kevés lesz. Nem is tudom, itt van már a mottónk, ugye? Igen, ez a legfontosabb, azt hiszem, ez a mondat számodra. Igen, és ez rögtön, én is nagyon köszönöm a meghívást, mert nagy öröm egy ilyen körben arról beszélni, hogy mi minden foglalkoztat, és hogy hogy keveredtem ugye ilyen mottóhoz. Tulajdonképpen, amikor végig gondoltam azt, hogy mi mindent csináltam eddigi pályám során, akkor az derült ki, hogy egyrészt az ökumené embere vagyok, nem is lehettek más, hogyha majd esetleg szóba kerül, akkor ugye szerb papi család gyermeke vagyok, ez egy Milosevicsága a családnak, de vannak osztrák építőmesterek, ott pedig templomépítők vannak az ősök között, és hát mi ugye Szentendrén tevékenykedünk, és Szentendre környékén egy néhány településen is ugye sok nemzetiség él. Az a falu, ahol én felnőttem, ott szerbek mellett szlovákok is,
németek, svábok, magyarok, cigánság is van a faluba. Tehát az, hogy az iskolában is akár 3-4 nyelven megszólaltak az osztálytársak, az, hogy úgy mondjam, magától értetődő volt. És hát ebbe beletartozik az is, hogy amikor elkezdtük a Vucic együttesben a munkát, akkor a leginkább az volt az érdekes, hogy amikor a többségi magyarság sorai közé visszük ezeket a zenéket, akkor azt vajon hogyan tudja befogadni, aki először hallja. És itt jó jött, ami, hát nem tudom szebben mondani, már mondhatnám szebben, összvér mi voltunk. Tehát azért tudjuk, hogy honnan érkeztünk, talán anyanyelvként nem birtokoljuk se a szerb, se a horvát nyelvet, de mégis azért van egy vonzalmunk ez iránt, a kultúra iránt, és amikor először mélyebben találkoztunk, akkor nekünk egy kóló nagyon gyors volt, és nagyon hosszú, és nagyon egyforma motivikájú, és tulajdonképpen így kezdtük el megközelíteni a magyarországi közönséget, hogy akkor ezt úgy alakítsuk ki a zenei koncepciót, hogy az ne csak, így szoktam mondani, hogy ne csak kuriózumként legyen befogadható, aki először találkozik ezzel a kultúrával, hanem úgy rögtön hozzávezetni egy picikét a befogadáshoz, a megértéshez. Persze akkor kialakult az, hogy nagyon sokszor úgy is mondhatnám, egy kicsit közműveledési alkalom is a mi koncertünk. Hát én szoktam az összekötő szöveget mondani. Szentendrei koncerteken, bocsánat, hogy szavába vágok, élmény azokat a szövegeket és történeteket, pláne ha ismerős is van a nézők soraiban, akkor akár személyre szóló. Hát az inspirációt a természetesen ez. Nem akarok a szabadba vágni, tehát a táncházmozgalom befogadta az első pillanattól kezdve, sőt, hát az egyik legnépszerűbb táncházi forma volt a délszláv muzsika. Sok oka van, könnyebb talán bekapcsolódni, mint a kárpát-medencei magyar páros táncokba. Varázslatos ez a muzsika, és visszatérve a családodra, egy percet nézzünk meg a nyáron elkészült Szerelmes földrajz sorozatból. Ott az életrajzi adatokat mindenki meglátja, és ott hangzott el, amikor beszéltünk a családodról, hogy ez tulajdonképpen egy igazi Kreuzungkönig, tehát egy monarchia beli család. Innen jött, onnan jött, ilyen nyelvű, olyan vallású, és mégis egy magyar identitású família lett belőle, amelyik a Vujicic zenekart megalapította, és aztán erről fogunk beszélni, erről is, hogy aztán miket tettetek. A szülőföldemet szeretném bemutatni önöknek. Itt ezt köszönjük szépen, mert ez már elvezet bennünket másfelé. Még egy dologra térjünk ki, amire nagyon büszke vagy. Ugye, hogy orgonaszakot végeztél Pécset. Pesten? Akkor Pécsre miért jártál? Akkor már a kiegészítő? Pécsen már az ének népművész szakirányba jártam. Ugye itt Pesten a Bartók Honzinak voltam én a növendéke, virágtanár úré. És a Szemmelweis utcában volt akkor a Konzinak az orgonája. Csak érdekességképpen mondom el, hogy most, hogy tanítok a Népzene tanszéken, most nem a 222-esben, hanem a 221-es teremben vagyok, tehát a szomszéd teremben, ahol egyébként C. Nagy Béla tanár úr felvételiztett a zeneelméletből, az az én tanteremem, és direkt választottam ezt, hogy közel legyek a régi orgonateremhez. Most már sajnos abban a nagy teremben nem nincs ott az orgona, de ugye ez is egy érdekes dolog, hogy hát népzenészek vagyunk, sok nemzetiségi kötődéssel, hát vajon használt veszem-e én annak a sok Bach műnek, amit virágtanár úrral megtanultunk, vagy Liszt műnek, vagy Mendelssohn darabnak, vagy Franknak, és hát azt tudom mondani, hogy,
hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy hasznát vesszük, és ebben nem csak én vagyok így a Vucic együttesben, hanem mindenki, hogy nagyon szoros klasszikus zenei kötődéseink is vannak, és nagyon szeretjük mai napig is, és egyáltalán nem igaz az, hogy egy jó népzenész úgy keletkezik, hogyha elzárja magát mindenféle mondjuk klasszikus zenei élményektől, hanem nagyon is van. Hát és ez tulajdonképpen ez megint egy magyar példa, mert hogyha belegondolunk, hogy a legnagyobb példaképeink, a legnagyobb népzenekutatóink szintén a klasszikus zenének is nagy, legnagyobb mesterei voltak. Tehát ha ilyen példaképek nyomdokai járunk, akkor én azt hiszem, hogy az ember nehezebben téved el mondjuk a népzene rejtelmeibe, a kevéssé kikutatott népzenei területeken is. Szóval most akkor következzen megint egy bejátszás, Eredics Gábor szonátája, melyet Hámori Angelika ad zongorázik, elő. Igen. Annyit erről, hogy ez nemrég került elő a családi archívumból, egy füzet, egy kopottas füzet, és az én zeneszerzés füzetem volt, mert az orgonistáknak mindig a hangszer tradíciójához illeszkedem, hogy ott az improvizáció az a zongoránál megmaradt a mai napig is. Koncerteken is hallunk nagyszerű improvizációkat, és emiatt úgynevezett kötelező zeneszerzés tanulmányokat is folytattunk. Nekem Kocsár Miklós és Tornyos Gyuri bácsi volt a zeneszerzés tanárom, és a negyedik év végén egy szonátatételt kellett komponálni, Mozart és Haydn stílusában. Tehát amit most hallani fogunk, az nem fog hasonlítani se a szerb népzenése semmire, hanem ez igazából talán egy fiatalkori Mozart vagy Haydn művet kell, hogy felidézzen. Ha ez sikerül, akkor tulajdonképpen jól sikerült ez a darab. Gratulálok. Köszönjük szépen. A tanítást mikor vállaltad már tudatosan? Mert fiatalon az ember akár még bele is sodródhat a tanításba, hogy van egy diplomám, valamiből meg kell élni, még a zenekar az nem olyan erős, meg nem is biztos, hogy profik akarunk lenni. A tanítás az mikor vált nagyon fontossá? Hát tulajdonképpen eléggé későn, de a tanítás hoz való hozzájárulás, inkább ilyen oktatás stratégiának nevezném, az már nagyon hamar. Tehát amikor én végeztem, akkor még nagyon pörgött a Vucic együttes, és hát nagyon sok koncertünk is volt, tehát nem is nagyon lehetett ezt olyan jól beilleszteni. Viszont egy felkérést... Mit hívunk, bocsánat, évszámot körülbelül? Hát gondolom, olyan 81 körül lehetünk, ahol amikor a Magyar Művelődési Intézetbe elkezdtem dolgozni, és hát a magyar népzenei mozgalom tulajdonképpen a hangszeres terület elsősorban, de nem csak a hangszeres területnek voltam én a munkatársa. Egy ilyen 4 órás állás volt ez, de nagyon izgalmas.
és nem sok, hogy is mondjam, anyagi háttere lehetett a tervek megvalósításának. Nagyon hamar rájöttem, hogy nagy fesztivált szervezni nem hiszem, hogy jut rá pénz. Kicsit meg, hát talán jó lenne, hogyha kiadványok lennének. Akkor eljutott a fülünkbe, hogy Bulgáriában már tanítják ezt alapközép és felsőfokon. El is mentünk Vavrinec Béla is, nem Vavrinec, de hát Olsva Imre, Olsva Imre és Vavrinec Andris. Sal, így hármasba elmentünk, voltunk Plovdivba, Sirokalakán is, meg Kotelbe is, és hát örültünk, hogy van egy ilyen mintát látunk, hogy ott már megcsinálták, és nagyon hamar kiderült, hogy ha a magyar hagyományt mindig csak táborokra koncentráljuk, és ott egy pár hét alatt próbáljuk átadni, akkor ebből csak egy bizonyos hát szűk szakmai színvonal tud kikerekedni, korlátozott színvonal. Úgyhogy először népi hangszeriskolákat, kísérleti népi hangszeriskolákat és példatárakat, ez volt a meglátás, hogy ezt kellene csinálni, és ezzel előkészítjük azt, amit a bolgárok már csinálnak. Tehát szülessenek ilyen kiadványok. Ott másként történt, ez ott parancsba adták a zeneszerzőnek, hogy írjanak etüdőket, iskolákat, és az egész rendszer is Todor Zsivkov utasítására jött létre. De itt ezek a füzetek ezek megjelentek. Az első kötet az a Rajecki Béni bácsinak a népzenek utas története volt, egy kicsi kis füzet, ezért aztán Népzeni Füzetek sorozat lett a címe. Aztán odáig jutottunk, hogy a legvégén már Sebő Ferencnek a népzeni olvasókönyve lett, és meg van majdnem ilyen vastag könyv. És akkor azt mondtuk, hogy akkor azért ne tegyük bele a füzetek sorozat, bár abba készült, mert ez már nem füzet, de hát ez több mint 20, hogy is mondjam, kiadványt jelent, vonós példatárak, furuja iskolák, és hát az volt a nagy-nagy érdem ennek, hogy nem csak Kotta volt, nem csak újrend, vonózás, hanem hangzó melléklet is segítette a stílusnak az elsajátítását, sokszor kicsi tanulmány is íródott hozzá. Nagyon szolid lehetőségek között lehet ezt kiadni, mert Virág Völgyi Márti szép kézírással írta ott, tehát ha ő volt a lejegyző, ha ő volt a szerző, akkor is, de ha nem, akkor is. Ő a mai napig kézzel írja a kottáit a tanulmányköteteihez, igen. És hát tulajdonképpen a nagyon sok kiadvány úgy jelentett meg, hogy például a székesfehérváriaknak is volt már táncháza, és akkor néhány kiadvány úgy támogattak, hogy a kézirat megvolt, és ők tulajdonképpen elővásárlást jelentettek be a kiadványokra, és így. De volt olyan, hogy egy táncegyüttes. Hát mert ugye az egyetlen elérhető, a 80-as évek elején az egyetlen elérhető lejegyzések és tanulmányok, tehát ez a kis füzet volt az, amit a hallás utáni tanulás mellé még kiegészítésként lehetett. Na de ugorjunk át azért Kalászra és a Zeneakadémiára. Tehát a Zeneakadémiához jussunk el. Igen, tehát ott éppen... Mert ha máról kell beszélni. Akkor éppen van egy nap, ahol dolgozom a Magyar Művelődési Intézetben, a Korvin téren, amikor kapok egy telefont, hogy Gábor, kéne csinálnod egy zeneiskolát Budakalászon. Sóbálványa dermedtem. Egy kolléganőm, barátnőm jelezte ezt, ő budakalászi volt, és hát mondom, hát van ott egy ilyen kihelyezett tagozat. Igen, de önállóvá kéne tenni, mert most van alig 40 diák, van zongoraszak, meg furuja és szolfézs, más nincsen, és az a meglátásunk, hogy ez így nem is fog tudni fejlődni. Tehát, és akkor népzeneiskolát is lehetne? Hát igen, most megcsinálhatnád azt, amit múltkor meséltél nekem. Azt hiszem, Szent Ferenc napján utaztunk együtt, és rászállt az ujjamra egy cinke. Valahol, valamelyik osztrák tónál, mert Valence felé mentünk, és akkor meséltem neki erről, hogy hát be kéne vinni a népzenét a klasszikus iskolarendszer. És akkor ahogy így rászállt, azt mondom, hát úgy látszik, ez valami fontos dolgot mondhattam. Mindenesetre jól megjegyeztem, hogy milyen, nem akarom mondani, hogy égi jelek voltak, de hát mindenesetre. És mondtam, kérek pár nap gondolkodási időt, megkaptam, és utána azt mondtam, hogy hát igen, hogyha egy ilyen lehetőség van, itt van ez a rengeteg kiadvány, amiben egész mostanáig ezt készítettem elő, hát mondhatom én azt erre, hogy nem. De hát mondom, hogy kell zeneiskolát vezetni, hát ott egy csomó minden kell, és akkor eszembe jutott, hogy nekem nagyon szép éveim kötődnek a Szentenei Zeneiskola, a Pomázi kihelyezett tagozat volt, és a Szentenei Zeneiskola fantasztikus zenetanárok, és az igazgató Szári Mihály egy csodálatos ember volt. Nagy zenész volt, és olyan, tehát attól, hogy igazgató lett, tehát normális ember tud lenni egy igazgató is, hogyha erre törekszik, és akkor ez, hogy ez eszembe jutott, hogy hát a Mihály bácsi is zeneiskola igazgató volt, tehát akkor
akkor ezt meg lehetne próbálni. És igen mondtam, és tulajdonképpen hát nagyon édes gyermekemnek tekintem a Budakrászi Művészeti Iskolát, Kalász Művészeti Iskola lett a neve, rengeteg tanszak indult, 200 fölötti növendéklétszámmal, a zongorától a tekerőig, mindenféle, tehát a klasszikus és népzenei szakirányok, szakok egymás gazdagító egységben vannak együtt, így szoktam, hogy organikus egységet alkotnak. Ez a magyar zeneoktatásban azért sajnos nem volt olyan általános, ne szépítsünk, hogy ott, ahol voltak már népzenei szakok, többnyire, hát nem volt annyira ügyes a növendék zongoristanakat, akkor citerázzon. Tehát, hogy a normatív támogatás azért mégis az intézményen belül maradjon. Nem azt mondom, hogy a tanárok nem tanítottak jól, nagyon jól tanítottak, csak hogy mégiscsak a klasszikus zenei rendszerben egy kicsit a szegény rokon, hogy is mondjam, hát szerepét tudtam be. Hát egy nem is tudott tanári hát, igen, a képzettséget sem nagyon tudta megszerezni. Először ugye a Nyíregyházi Főiskolán indult egy hivatalos szak, ami a mai napig működik, igen. Tehát ott lehetett ilyen diplomához hozzájutni, és aztán utána jutunk a Zeneakadémiáig. És mindenki itt azért jól látszódott Budakalászon, hogyha egy intézmény, ugye ebben a nevelőtestületben nagyon komoly klasszikus zenei szakemberek is voltak. Egyrészt elfogadtak engem, mint népzenészt. Nem volt rossz így se, hogy volt ez az zongorista előélet, mert azért biztos egy bizalmat azért jelentett. Nagy bizalmat éreztem irányomba, és a zenetudományit végzett kollégák is, hogy úgy mondjam, örültek, hogy én vagyok az igaz, hogy igazgatójuk. Tehát egyáltalán nem volt valamiféle olyan dolog, ami az embert egy kicsikét úgy meghökendette volna, hogy na hát engem nem fogadnak el. És az is egyértelmű volt, hogy tényleg ez a két szak, ezt tudja egymást gazdagítani. Csak egy rövid példát mondok, egyik zongorista, aki egyébként zenetudományit is végzett, kiváló zongorapedagógus, tehát a nagy hírű Szent Erzsébet zeniskola miatt nem engedhettük meg, hogy mi csak népzenében legyünk jók, vagy ott náluk nincsen, hanem ott, ha nagyon jó a zongor, akkor itt is nagyon jónak kellene, az is lehet. És például a férjével, aki zongoraművész Amerikában egy Bartók, főleg Bartók műveket megszólaltató körúton voltak, és azt mondja a kolléganőm, hogy ő el szeretné énekelni ezeknek a népdal fedezetét is. És bejárta a népdaléneklés tanár kollégájához, hogy ezeket megtanulja, hogy amikor a férje játsz ezeket a műveket előtte, ő ne csak úgy, ahogy ott a fejről lehet olvasni, hanem a stílust is visszaadva megjelenítse ugye ezeket a dallamokat. Tehát tényleg volt egy ilyen gazdagodás. Mi pedig azt találtuk ki, hogy ha valaki, és ezt is egy ilyen hungarikumnak tartjuk, tehát a magyar sajátosságnak, hogy a legnagyobb kutatóink, amit mondtam, hogy ők a legnagyobb zeneszerzőink is egyben, hogyha valaki úgy volt kétszakos Budakalászon, hogy az egyik szakja az népzene volt, a másik pedig klasszikus zene, akkor csak egy térítési díjat kértünk. Ez persze nem egy nagy összeg, de mégis jelezte a szülőknek, hogy ha valakinek két klasszikus szakja van, hát akkor mind a kettőt ki kell fizetni, ha két népije van akkor is, de hogyha az egyik klasszikus, a másik népi, akkor az csak egy térítési díj. Tehát ezzel próbáltuk jelezni, hogy ez a két műfaj összetartozik. És hát persze rengeteg nehézségem volt nekem, mint igazgató. Hiába végeztem el ezt a közoktatási vezetőt, ez egy ilyen két éves dolog, szakdolgozat mindenféle írással, le kellett vizsgáznunk tanügyjogból, munkajogból, de én ezt azért vállaltam, mert egyrészt ugye a Szent Erzsébet zeneiskola igazgatója, aki anyukám óvodása volt, mondta, hogy ő is most megy, akkor leszünk pattársak? Leszünk, és akkor így együtt mentünk erre a képzésre. Ezt megcsináltuk. Az én szakdolgozatom is ez volt, hogy a klasszikus zene és a népzene egymás gazdagító egysége. Ez volt a téma, ez foglalkoztatott nagyon, és Szászónak is egy a vége. Nagy bajban voltam, mindig változtak a rendeletek, hogy fogom tudni ellátni képesített népzene tanárral az iskolát. És akkor már volt ez a Nyíregyháza, akkor egy időben ez a nyíregyházi diplomra mindenre jó volt, tehát úgy szoktam mondani, hogy az univerzumnak a legsokoldalúbb diplomáját jelentettem, mert csak az volt beírva, hogy népzene tanár, és akkor ez gyakorlatilag, ami népzene, az mindenre alkalmas volt, miközben trombita tanár taníthatott, hegedűt, sőt olyan időszak is volt, amikor még a fúvola tanár még furulyát se taníthatott, mert annyira azt figyelte az adminisztráció, hogy az van-e beírva a diplomájában, amit tanít. És hát akkor kiderült ez is, hogy ez így nem szerencsés, ez tudom, hogy csúnya szó, de mintha valamilyen külön gettóba lenne kényszerítve a népzenész,
eleve csak főiskolai végzettséggel tud oda jönni, a közművelődési irányból jön. Nagyon szép dolog, hogy a Nyíregyház ezt el tudta látni, és azok a óraszámok meg tudtak maradni a művészetoktatásban, de mégse volt rendjén, hogy minden klasszikus zenetanár a művészeti felsőoktatásból jön, de a sőt, még a jazz is, de a népzenetanár pedig a közismereti oktatásnak a zenei részéből. És akkor elkezdődött a kopogtatás. Én megpróbáltam először az intézetnél, akkor már kezdett a hagyományokházal létrejönni, de akkor én éppen a nemzetiségi osztályon voltam, tehát én ott ragadtam, hogy úgy mondjam, és azt kerestem meg az igazgatót, vagy talán főigazgató volt már akkor, hogy vigye el a közművelődés, a népzenei mozgalmat a felsőoktatás küszöbéig, kopogtasson be, adja be, és ettől kezdve, tehát hogy most már ne a tanfolyamokkal foglalkozzunk, mert az egy bizonyos szint után már nem fejlődik. Hát ezt nem sikerült elfogadtatnom az akkori vezetéssel, sőt, abban is maradt aztán a munkahelyem, de nem tettem le erről a tervről, és addig kopogtattam, amíg az is kiderült, hogy ezt a Zeneakadémián lehet csak létrehozni. Azért Irénynek, nem, bocsánat, megint a szabadba vágtam, de kénytelen vagyok, mert az idő, azt én látom. Szóval, hogy azt szerettem volna látni, amikor ott álltok a mappával a vörös szőnyek szélén, az igazgatói, a rektori ajtóban, és hogy ki fog bekopogni, és hogy mentek be. Hát tulajdonképpen nyitott ajtókra találtatok, tehát van is egy szép mondatod, amit szoktál idézni, hogy ez milyen szellő. Ez Dolinszky Miklós mondata, hogy a Zeneakadémia hűs mélye befogadta a népzenét. Ilyen szépen fogalmazta meg. Ki kellett találni ügyes dolgot ehhez, hogy ez az ajtó valóban kinyíljon, illetőleg amikor ott Bata András volt a rektor. Ajtaja. Az én stratégiám az volt, hogy ez a legszerencsésebb, hogyha nem én kívülről berohanok egy ilyen mappával, ahogy most ezt mutattad, de pont ez a nagyon szép jelenet talán a kevésbé jó eljárás. Mert akkor úgy szoktam mondani, hogy tréfásra lehet, hogy Bart András, aki a rádióból ismert, megkínált volna egy finom kávéval, talán még Marizi is lett volna benne, elbeszélgettünk volna, és hát tulajdonképpen, hát bocsáss meg Gábor, de hát ebbe én most nem tudok olyan részt venni. Úgyhogy inkább azt találtam ki, hogy egy benti tanárt kellene keresnem, aki kollégája a rektornak, és ő veti föl ezt a problémát. Nagyon sok ismeretség volt, Petrucciával jó kapcsolatban voltunk, a Zeneiskola Alapítványt Sári Józsi bácsi alapította, őt is megkérdeztem, de hát mondja, hát fiam, én mindjárt nyugdíjban megyek, bár csak egy pár napon van, de csináld, Petrovics, hát na, támogatom, de hát én most nem vagyok benn. Megszólítottam Csemickit, aki patrásan volt a konziba, hát én nem tanítok most a konziba, vagy az akadémián. És emlékszem még a tanáraimra, hogy jaj, megyek vizsgázni Vikárius Lászlóhoz, jaj, megyek vizsgázni Richter Pálhoz. Hát ki ez a Richter Pál? Hát ő ott tanár segéd a zenetudományi szakon, és zeneelméletből kell. De hát ismered a feleségét, tényleg ismertem az Amit, és innen tudtam, hogy ő tanít. Szentendrén Zongora tanár felesége. Sőt, volt ott egy olyan népzenei tábor, aminek a háziasszonyi terendőit is az, ami látta el, aki egyébként Zongora tanár ott. És akkor hát végül is az történt, hogy Vikárius Lacival is hosszasan beszéltem egyszer, egy kóruskoncert után futottunk össze. Ő most a Bartókart. Bartókart vezetője. És most a zenetudományi igen. Vezetője. És akkor végül is a Pali volt az, aki aztán fogékony tudott lenni erre a felvetésre. Sok érvet is használtam arra, hogy mozgósítsam őt, hogy itt az idő, mert mint igazgató, én lehetetlen helyzetben vagyok, hát nem akarok börtönbe kerülni, hogy képzetlen emberek tanítanak, stb. Illetőleg a bolognai folyamat elindult, nagyon sokat segített ebben az orientációban az apósom, aki éppen a Zsámbéki ravitte a főiskolát, és ő főigazgató, megbízott főigazgató volt, tehát nagyon sokat tudott javaslatot adni, adott is akkreditációs anyagot, ami jó tapasztalatot jelentett. Megnéztük, hogy kell ezt az egész dolgot csinálni.
Tehát ő, amikor végülis a Pali igent mondott erre, és megbeszélte Batta Andrással az első találkozót, akkor nagyon felkészülten lehetett oda bemenni. És hát azt sosem felejtem el, hogy volt egy olyan pont, amikor én is egy kicsikét úgy megfogtam a széken karfáját, mert Pali nagyon szépen elővezette a dolgot, ő csupa benti tanár volt, csak én voltam külsős ezen a megbeszélésen, és egyszer csak azt mondja a rektor úr, hogy na de hát ők ki fognak ide járni. Egy ilyen. És ugye hát úgy, sok népzenei tábor, stb. Hát hogy tudnak egyáltalán bekerülni ezek a gyerekek, ugye valószínűleg, hogy erre gondolhatott. És hát mindenféle stratégia kialakítása meg nem ért volna semmit, hogyha a jó Isten, így mondom, nem siet segítségünkre. De most a népzenei. Is egy cínke? Ez most nem cínke volt, hanem úgy történt, hogy Petrovics Emilnek volt egy születésnapi megemlékezése a Óbudai Társaskörbe, és ezen rendszeresen mi játszottunk kis szerb zenét, de most nem. Most elküldtük a Söndörgőt, mert már ügyesek voltak. Ugye a Söndörgő, én ezen közben azért Vácra jártam valami 8 vagy 10 évet igen, tanítani, és ott növendékeim voltak, és a növendékeim között ott voltak az eredis gyerekek is, aki a későbbi Söndörgőt, vagy már akkor is már azért Söndörgő már volt, mert egész kicsik voltak, amik ezt megalakították. És lényeg az, hogy ezek már nagyon ügyesek voltak ezek a gyerekek, és Sali furuljázott, és nagy siker volt, szinte könszökött Petrovics Emil szemébe, és hát ugye az egész zenei életnek a krémje ott volt, és egyszer csak oda ment hozzájuk egy úriember, öltönybe szépen csinosan, és elkezdte beszélni, hogy mi van az öregekkel, már mint velünk, és akkor ti meg mit csináltok, és mondták a gyerekek, hát én harsonázni járok a Bartokonziba, és a nagybátyámhoz Vácra pedig tamburára népzenére. Sali, hát én Vácra járok, Lacegyi tanárhoz barokfrújára, a nagybátyámhoz pedig tamburára. Áron, hát én a Weinerbe Kürtön járok a Mexihez, nagybátyámhoz tamburára Vácon. És akkor, hát sose lehet tudni, hát hogy szükség lesz, vagy átadott egy névkártyát, és az volt ráírva, hogy Batta András rektor. És én ezt persze azonnal megtudtam, és rá egy hétre mentünk az Andráshoz. Tehát nagyon közel volt ez a friss élmény, ez a meghatározó pozitív élmény ahhoz, hogy mi bemegyünk, hogy legyen egy tanszék. És akkor, na de ki fognak ide járni, és én emlékszem a rektor úrnak az arcára, ebben egy igazi, hogy is mondjam, kérdés volt, hogy hát ki fognak ide járni egyáltalán. És akkor a Vucic már mit tudom, néhány éves volt, 35 éves lehetett gondolom, ugye, és mondom, hát egyébként meg vagy hívva, elővettem egy meghívót a zsebemből, a MIPA koncert volt, és úgy mondta, hogy láttam Vucic, ha most beszél, Söndörg együttes, ilyenek, mint a Söndörgő, de hisz hallottad őket a minapon. És akkor Batta András hátra dőlt, jó, akkor Kodály és Bartók évforduló következik most, egyiket megalapítjuk, a szakalapítás, a következő beszakindítás. 2007-ről beszélünk. Igen, igen. És akkor fölálltunk, és a föld fölött elhagytuk a rektori irodát. Tehát nem a bemenetel volt az érdekes ezzel a kis papírral, mert nem volt papír, ugye, hanem a kijövetel. 10 év alatt azért elég sok diák, akiről már akár a Fölszállott a Páva verseny kapcsán is hallhatnak, azok, akik nincsenek benne a táncház mozgalomban, vagy nem követik ennek a mozgalomnak az életét, azok is hallhattak már. De egy pici felvételt nézzünk meg 1977-ből. Szerintem neked nem lesz meglepetés, hogy ki fog muzsikálni. Most ezt tanítod a harmonikát. Harmonikát is, igen. Misi is ott tanít az asztalszakot. Nyári Károly bácsi, és neki volt a helyi viselekből gyűjteni, és így. Egyébként ezek pénteki napon voltak a televízióban, és nekem szerdán szombaton volt az orgonaórám. És ezután a péntek után mentem orgonára a virágtanáromhoz,
és hát rettegtem, hogy mit fog mondani. Mert ez egy leleplező tévéműsor volt. Úgyhogy, de azt mondta, hogy látlak a tévében. Jók voltatok. Kérem a bakot. Akkor ugorjunk át, és ebben az elfogadás az, ami számomra fontos. Mindkét részről. Tehát, hogy a szentendreiek, a Szentendre környékiek elfogadtak titeket, a zenekar fele mondjuk. Rucán, Miroszláv és... Ő teljesen. Fele magyar identitású, magyar nevű, a másik fele, tehát hogy a kötődés az megvan, de mindenki elfogadta, a nagy közönség, a budapesti táncházasok, és nektek sikerült lemezt kiadni. Nem könnyen, de azért a 80-as években már bakelit lemezetek megjelent. Igen. Tehát hogy itt is megvan egy elfogadás, és egy sokkal inkább kitekintő attitűd, mint a csináljuk a saját kis magunk munkáját, mi ezt nagyon szeretjük, aztán a többi az nem fontos. Hát igen, ez rögtön ez volt, hogy ez annyira szép kultúra. Ugye mi egyébként nem biztos, hogy ezt a zenét játszottuk volna, akármilyen gyökereink vannak. Amikor beindult a táncházmozgalom, mi is persze belepörögtünk ebbe, és megnéztük, hogy Pomázon milyen hagyomány van. És hát nem találtunk két kolompot, egy citerát találtunk, egy tárogatósnak az emlékét, és tulajdonképpen magyar népzenére nem lehetünk a saját falunkba. Viszont a sváb zenét azt föl is gyűjtöttük ott, egy fúvazenekarban játszottunk, tehát az meg volt a szerepe, és kiderült, hogy a szerb zene pedig, hát az nagyon csúnya szó, de virulens, ugye, tehát hogy még tudják táncolni, sokan az idősek is, és közben egy idősekből álló zenekar volt, létrejött egy táncegyüttes is, tehát tulajdonképpen azt mondtuk, hogy mi voltunk persze széken is, mentünk lakodalomban, még muzsikáltunk, és hogyha ha megkérdezett, hogy játszottam-e széken lakodalom, akkor azt a választ kell mondani, hogy igen, volt már ilyen, hát nem az egész lakodalom, de egy-két dallamot. Voltunk Berső Mihály bácsinál tekerőt venni Tiszaalpáron, tehát mi ezeket a szent helyeket végigjártuk, amit akkoriban ugye kellett, és hozzátartozott, de hát az miféle dolog, hogy itt Pomázon van egy szerb hagyomány, csak az idősek csinálnak, a fiatalok nem, mi pedig mondjuk a széki zenét ápoljuk, amikor, hát a pesti lennék, akkor csinálhatnám persze, de így, hogy pomázi vagyok, így inkább először nézzem meg ezt. És tulajdonképpen így indult el ebből a erkölcsi kérdésből, hogy akkor nekünk ezt kéne. És akkor az, hogy a szerb közösség nagyon befogadott minket, tehát jó, hát nem tudnak szerbül olyan nagyon ezek a fiúk, de jaj, de szépen játsszák, és Gyurci bácsi mosolygó tekintette meg, hogy fölállt, és figyelte. Mert hogy a mai napig azért még vannak bálok, tehát ez tényleg összetartó közösség. Meg hát esküvőt is játszottunk, tehát ott teljesen hagyományosan, hogy ez az ortodox kicsit különállás, ez azt is jelenti, hogy azért, ha csak lehet, a tradíciókat is őrizzük, és mondom, ez tényleg nagy dolog volt, hogy minket, akik úgy szelkülről végről érintkezünk ezzel a közösséggel, de minket teljes mértékben befogadtak. Nem volt egyszerű, tehát azért hosszabb. Mire mondjuk a Magyarországi Délszlávok Szövetségével kialakult egy olyan kapcsolat, ahhoz meg kellett nyerni, aki mit tudott, filharmonia koncerteket kellett csinálni, a Zeneakadémia már meg kellett, hogy legyen az első lemez, aminek megint érdekes története van, de hát az hosszú lenne, ne bonyolodjunk bele. Tehát mindesetre sok olyan dolognak kellett történni, hogy mondjuk ezeknek a közösségeknek a politikai vezetői elfogadjanak. Ezt csak azért mondom, mert úgy tűnik, mintha hát egy ilyen kisebbségi zenével biztosan könnyebb a reflektorfénybe kerülni, nem feltétlenül, sőt. De ez határainkon túli munka most már, és ezt a könyvet miért hoztad el? Hát azért hoztam, mert ugye itt a Bartók gondolattal kezdtük, hogy valahogy úgy szolgálni a népek közötti megértést, hogy az valóban egy ilyen testvéri válás legyen. Ne csak egy másra utaltságnak az okos megélése, az is nagy dolog természetesen, hogyha ha látjuk, nem régen még testvérháború dúlt a délszláv népek között, az is nagy dolog, de ebbe a nagyon nehéz sorsot adó Kárpát-medencébe, pláne ugye itt a 20. század eseményére gondolok, ebben hogy lehet mégis
azt szolgálni, amit mi csinálunk. Nekünk az nagyon jó élmény volt, hogy bejövünk, és az egyetemi színpadon játszunk, és a magyar fiatalság hatalmas tapsal köszöni ezt meg, és semmiféle táncházba fölmegyünk, és két vagy három hatalmas körbe táncolnak a sportcsarnokba, és mindenki ott van, az összes Erdélyen járó fiatal és mindenki, tehát ott is éreztük ezt a befogadást, és tényleg Bartók Béla jutott eszünkbe, hogy micsoda fantasztikus munkát végzett, amikor 34-ben megírt ezt a Népzenénk és a Szomszéd népek népzenéje, bár ezzel kis bajt okozott magának, mert a muramenti horvát közösségnek néhány tagja nem akart elfogadni, amit itt Bartók bebizonyít, hogy a kályhorvátok, ugye ez Csáktornya és Varast környéke, hogy ott a magyar régi stílusból átvett dallamok, dallamfordulatok, az ereszkedő szerkezet, a pentatónia micsoda erővel, hogy is mondjam, ragadta meg a helyi horvát közösséget. Még olyan kis apró eltérések is itt a horvátoknál nincsenek, tehát a környező magyar falvakban ta-da-ti-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, tehát egy kicsit ilyen ugye durosabb változatok jönnek, addig a horvátok ugyanezt ta-da-ta-ra-ra-ra, ahogy a lápentaton szerint módosul, sőt, még az ereszkedő szerkezetet is létre tudták hozni az új stílusú szerkezetben, mert máshol indul a dalam, és akkor már is lehet ereszkedni. És egy zeneszerzőnek ez nem nagyon tetszett, és hát Bartókról eléggé hát dehonestáló vélemény keletkezett, minthogyha ő nem is gyűjtött volna népzenét. Már pedig gyűjtött 1912-ben ezt az anyagot, és később aztán 35-ben ki is adta. Szerbés bolgár parazzene a Bánátból, az eredeti címe az franciául van, és ez a saját kezeírása, lejegyzése, amit hát sok év után azért most sikerült így ebben a formában is kiadni, de 2004-ben már megelőzte ezt egy hangzó kiadvány, ahol maga a gyűjtősi anyag került kiadásra, egy ilyen CD extrán, és az teljesen megváltoztatta a jugoszláviai, hogy is mondjam, Bartók értékelést. A belső szakma már akkor is tudta, amikor mi 81-ben egy ösztöndíja keretében 3 hónapot töltöttünk Jugoszlávia, akkor Dragoslav Dévics professzor, ugye ösztöndíjasai voltunk, és hát ő szentként tisztelte Bartókot, tehát a szűk szakmában már lehetett tudni, hogy ők tudták, hogy Bartók mi mindent tett, de ugye az értelmiség általában nem. És ezzel még csak be se fejeződött Bartók tevékenység a délszláv nézővel kapcsolatban, és itt van ez a kötet, amit 43-ba írt Bartók, ez egy morfológiai, tehát ilyen alaktani tanulmánya a délszláv népzenéről, gyönyörű kották, gyönyörű lejegyzések, az egyébként, ami ott kézírással van, amit ott Bartók kikísérletezett, azt a lejegyzésmódot, azt így gyönyörű kotta grafikában is itt van, és hát én szerintem ez szemetkönnyeztető, tehát hogy a mi Bartókunk, hogy a délszláv népzenére ennyi energiát tudott szánni. Egyébként azok a lejegyzések is, hogyha valaki utána akarná csinálni Bartóknak azt a kis 21 dallamot, az se egy pár órás munka, hogy olyan részletességgel lejegyezze, de ez a 75 dallam, ez aztán különösen, tehát hogy Bartók nem csak a zsenialitását üzemeltette egy pár, tudom én, jó mondat, vagy fontos mondat erejéig, hanem 100 vagy nem is tudom, 1000 órákat szánt a munkai, az idejéből, az életéből arra, hogy egy szomszédnépi kultúrának a fennmaradását szolgálja. És akkor most az idén 45 éves és Prima díjra jelölt Vujicic együttesnek egy másik nagyon fontos könyv lesz, ami tulajdonképpen születésnapi könyv is, mert az film készül és egy könyv is készül a Vujicic együttesről, de ez a bizonyos Peri gyűjtemény. Igen, ez is már ennek az anyagnak a része, de valójában a Milan Peri, ez egy klasszika filológus volt, és a Homerus fordításokhoz keresett hősénekeket. És ezt az akkori Jugoszláviában megtalálta, és
hát itt több száz vagy ezer verszakos ősénekekre kell gondolnunk. Ez a hagyomány a mai napig él, amikor 81-ben mi Belgrádban voltunk, akkor a Néprajzi Múzeumban egy guzlár találkozón is részt vettünk, és egy olyan végtelen élő hagyományról van szó, aminek az eredete messze a középkorra nyúlik vissza, és hát a mai korszerű témákat is énekelték. Akkoriban azt hiszem még a II. Világháború győztes titói csatáit énekelték meg a guzlárok. Két soros, rímtelen, tízszótagos verszakokkal, improvizált szöveggel, egy húrú, úgynevezett guzla kíséretével, és ezekből hát mit egy 500 órányi anyagot jegyzett le Bartók a Columbia Egyetem megbízásából, és hát azon munkálkodunk, hogy ez az anyag is, ez a hősének anyag is, hát hogy mondjam, hazatérjen Európába, és ahol magyar vonatkozású szöveg van, amiből nagyon is sejthető, éppen egyik nagy példaképen, András Valami Bertalan egyik műsorában hallottam, amikor fiatal korában Albániában volt, akkor ő is, őnek is van egy ilyen dallam és szövegemléke, hogy az albán vitéz, hogy legyőzze a török köt a bajvívásba, akkor, vagy a harctéren, akkor a csatatéren, akkor ha magyar lovon megy, magyar páncél valamit, a magyar kardot forgat a kezébe, akkor van igazi esélye, hogy legyőzze a töröket. Tehát nagyon valószínű, hogy ezekben a hősénekben találunk magyar vonatkozású dolgot, ott még a zenei műfordítás is a tervek közé tartozik, és a többinél pedig szintén az, hogy a költői, hogy is mondjam, szintjét lássuk ezeknek a műveknek, és ez a angolul megjelent kötet is fontos, hogy megjelenjen magyarul és szerbül is, hogy ne csak a szűk szakma, hanem a magyar és a szerb értelmiség is lássa azt, hogy a mi Bartókunk milyen hallatlan, nagyértékű munkát tett le. Akkor most hallgassunk meg két rövid zenei részletet, és közben egy Bartók lejegyzést is láthatunk. A Vujicic együttes muzsikál, illetve egy koncertfelvétel lesz, ahol ugyanazt a dallamot, a Kottában is szereplő dallamot Kelemen Barnabás muzsikálja. Uh-huh. Ez a Málokoló. Igen. Micsoda rendezett kottakép, ugye? Na, itt történik a csoda, hogy a 100 év különbséggel játszik Mihály Skitovic a Zeneakadémia nagyteremében, és a Vujicic együttes tagjai pedig hozzá muzsikálnak. Jön, és ez tanulságos igen, lesz, igen. Egy komoly zenész. Igen. Az arcát érdemes figyelni, Kelemen Barnabás. A népzenészek, vagy a népzene mennyire felszabadítóan tud hatni egy komoly zenészre is. Ugye a muzsikás együttes nagyon-nagyon régóta játssza az eredeti anyagot, akár a Bartók Honos négyessel, vagy nagy zenekari előadásokban is, és ők mesélik, hogy miután meghallották az eredeti
dallamot, egészen máshol vannak a hangsúlyok, egészen másképp muzsikál, másképp szólal meg a zenekar. Igen, hát ez is egyik nagy meglepetés, és én azt hiszem, hogy Kelemen Barnabás egy olyan korosztály, aki azért már táncházban is járt, hallott már népzenét. Tehát az, hogy a kotta volt az elsődleges forrás, ez nem volt érezhető. Természetesen megkapta ezt a felvételt, hogy Mihály Skitovics játékát is hallja. Tehát itt is az volt, amit a népzenei füzetek sorozatban próbáltunk, hogy legyen a kotta, legyen a hangzóanyag, és a kettő együtt teszi mert, az embert a képesség. Vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet amiket lejegyezni. Nem lehet lejegyezni, igen. De akkor itt el tudunk jutni most már a nagyon-nagyon jelenhez, hogy a Dankó Rádiót, azt miért vállaltad? Hogy került a csizma az asztalra? Igen, mert hogy ott is valamiféle közelítésről van szó. Hát úgy tűnik elsőre, hogy ha valaki orgonát tanul, akkor ugyanilyen helyzet, hogy akkor csak elkezdte a murán ilyen hasvakoron játszani és népzenét, ez is egy ilyen botrányszagú dolog. Aztán valaki, ha már népzenész lett, akkor pedig, és erre tette fel az életét, akkor szinte árulásként tűnhet, hogy ezt csak elmegy a Dankó Rádióba. Na most se az első esetben nincs botrány, se a második esetben úgy gondolom. Tehát egyetlen egy orgonaóra nem volt felesleges az én életemben, egyetlen egy szolfés óra Sipos Éva nénénél, egyetlen egy zeneszerzés óra Kocsár Miklósnál vagy Tornyos Györgyél, egyetlen egy zongoróra Kertész Lajos bácsinál, soron egyetlen egy kóruspróba Tillai Aurélnál nem volt felesleges. Most nem akarom azt mondani, hogy ha nagyon kielemezném a bassprimi játékot vagy a zenekari hangzást, akkor az hol mutatható ki. Nincs kétféle muzikalitás, tehát hogy az egyiket itt üzemeltetem, és egy egészen másikat kell a másik helyen üzemeltetnem, hanem egyféle muzikalitás van, és persze ezt a klasszikus zenész is alkalmazza. Amikor Bartókot játszik, másképp nyúl a hangszeréhez, mint amikor Bachot, vagy amikor Mozartot, vagy amikor Beethovent, vagy amikor Rachmaninovot. Tehát ott is különbséget kell tenni, nyilván itt is így van. Na most a Dankó hogy kerül ide bele a képbe? Hát megkerestek. Én azt hittem, hogy ez félreértés első hallásra, hogy talán azt gondolják, hogy én egy más szakterületnek vagyok az ismerője, de nem, kiderült, hogy teljesen tudatosan döntöttek, bizonyára több jelölt is volt, és megkérdezték, hogy én ezt vállalnám, meg kértem egy pár nap gondolkodási időt. Én felfedtem, hogy én a Bartók Rádióra vagyok szocializálva, én sejtem, hogy a Dankó Rádió körülbelül milyen zenei kínálattal van a palettán. Ezt ugye el is mondtam, nagyjából stimmelt is, de kértem egy kis gondolkodási időt, és utána arra jutottam, hogy ha nekem tudatosan engem kértek meg egy népzenészt, nemzetiség. Ráadásul nemzetiségi zenében aktív népzenészt, hogy egy Hungarikum rádiónak a zenei arculatának valamilyen karaktert adjak, akkor ez az egész népzenészkörnek szól egyrészt, nem csak nekem, de azért nekem is, mert úgy látszik, hogy abban az ízlésben abban meg tudnak bízni, ami az évtizedek alatt, és ezzel a furcsa pályán, amit most azért levezettél, ezen úgy összeállt. Ebben benne volt akkor a fúvós zenekar, amit nem emeltünk ki, benne voltak a zeneórák, benne volt a délszláv zenei aktivitás, de benne volt az iskolaépítés is, és hát azt még nem árultam el magamról, hogy én a közösségi rádiózást nagyon megszerettem az intézetben, Péter Fi Ferenc kollégám csinált egy közösségi rádiót, és annak a születésétől kezdve ott voltam. Olyannyira, hogy amikor Szentendrén dolgoztam egy időszakban a megye művelési központban, akkor ott mi is létrehoztunk egy ilyen közösségi rádiót, Duna. De hát a Kossuth Rádió, vagyis, illetve akkor még népzenei szerkesztőség volt, és mindegyik csatornára gyártott adásokat. Hát ott is dolgoztál sokáig. És dolgoztam, igen, hát a népzenei, Népzenei szerkesztőségben belsős is voltam szerkesztőként egy pár évig, tehát hogy úgy mondjam, a Királyi Rádiót is kipróbáltam, és ez a közösségi rádió is nagyon tetszett. Tehát szenten én a Duna Rádiónak én voltam, most tudom, a főszerkesztője. Aztán az átment egy ilyen üzleti vállalkozásba, és akkor én azt el kellett hagyjam, mert én egy közösségi rádió. Tehát valószínű, hogy ez is benne volt ebbe a döntésbe, hogy itt van egy zenész, aki azért látott már rádiót, belülről csinált is, dolgozott is valamikor ebben, tehát is, ismeri belülről, és hát reméljük alkalmas lesz. És akkor én készítettem egy tervet, ennek a tervnek az a lényege, hogy a
Dankó Rádió zenei arculatában nem egy hirtelen változás következik be, hanem egy pici aránymódosítás, hogy a műfajok arányosak legyenek. Most örömmel jelenthetem, hogy például a népzene aránya már közelíti a 24%, gyakorlatilag 24%. Ennek a fele volt, amikor oda kerültem. A pillérek között a népzene mellett, tehát ugye a fő pillér a népies műdal magyar nóta köznevén, és az operett is jelen van. Most pedig a reggeli műsorunkban hát ilyen örökzöldeket is adunk, de hungarikumnak számít. Az én felfogásomban hungarikum a nemzetiségi zene is, tehát vannak olyan műsorunk népek dalai, ahol távolabbra is kitekintünk, de a magyarországi kisebbségek zenéje is helyet kap, de ugyanígy a Táncházban című műsort is, amit te szerkesztesz. Tehát ezt az ökumenét képviseljük a Dankó Rádió belül is. Az a lényeg, hogy mi tulajdonképpen, amikor először megkérdezték, hogy milyen munkát vállaltál, én valahogy azt nyilatkoztam, hogy én egy ilyen pre-evangelizációt vállaltam. Tehát hogy az az én célom, hogy aki eddig csak a magyar nótát hallgatta, olyan népzenével is találkozzon, amiben a zenei minőségnek egy más rétegét is élvezheti. Az volt a kiinduló pontom, hogy akik a nótát hallgatják a Dankó Rádióba, este jön a páva, átkapcsolnak a televízióba, és boldogan hallgatják azokat a népdalénekeseket, azokat a táncosokat, boldogan nézik azokat az zenészeket, az a tehetséges fiatalokat, és tehát van lehetőség arra, hogy megszólítsuk őket. Úgyhogy például a Dankó Rádióban délelőtt délután Sebő Ferencnek, és most már Kis Ferencnek is van 5-5 perce. Sebő Ferit szeretik, mert látják a páma zsűriébe, a hallgatók, amit ő mond, azt elfogadják, hozzá egy kis zene, tehát a Dankó Rádiónak a fő műsoridejében mondjuk meg tud jelenni egy gyimesi keserves. Igaz, hogy nem úgy adagolva, hogy az gyomorrontást okozzon, hanem csak úgy finoman és egy kis hozzávezető, ahogy a Vujčićban csináltuk ezt annak idején. Hogy egy picit alakítunk rajta, kicsit oda vezetjük a hallgatót, hogy akkor ne legyen unalmas az a egyfolytában, mint gyorsan pörgő zene. Tehát ez az elvet használtuk ott is. És hát szombat, vasárnap pedig a szakmának a többi jeles képviselői szállít be műsor. Tehát most már nem csak én vagyok az egyetlen egy fecske, aki oda került a Dankó Rádióhoz, hanem Éri Pityú, Kis Ferenc. Kis Ferencnek már végre van egy az alkalmazott zenéket és a világzenei folyamatokat bemutató sorozata, hiszen hát még ki se találták a világzene fogalmat, amikor a Kolinda és a vízöntő, tehát hogy nagyon-nagyon sok magyarországi táncházasnak besorolt zenekar, de inkább a jazz, inkább a kortárs zene felé, nem meghatározható módon, de zseniális zenéket csinált. Igen. Te meg is mutattad a zeneakadémistáknak. Ugye egyszer mesélted, hogy egy mostani, és egy 40 évvel ezelőtti felvétel, és az volt a kérdés, hogy melyik készült most, melyik a frissebb. Még egy kérdés volt, hogy melyik tetszik és miért, és csak annyit mondtam, beírtam egy mostani kortárs fiatal bandát mutattam, és egy régi Kolindát. És a Kolindára mondták a fiatalok, hogy ez olyan tüze van, olyan intenzív, hogy csak ez lehet a mai. Hát azóta 40 éves. Szóval Kis Ferenc ezekről a világzenei irányzatokról. De Szántó Zoli meg. Szántó Zoliék, ők pedig hát eredeti anyagokat mutatnak be. Liber Bandiék is szállítanak műsorot. Neked is van egy szép műsorod. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha otthon a háziasszonyok fölteszik vasárnap délelőtt a húslevest, éppen a zöldséget pucák, akkor ha bekapcsolják a rádiót, akkor a Dankó Rádión is népzenei műsort hallanak. Hát hozzátartozik, hogy azért egy nagyon jó időpontot kaptunk. Egy nagyon jó időpontban. Már hogyha ezt mondhatom, hogy népzenészek, igen. Mert ez pont a háttérrádiózás időszaka, amikor szól a rádió. És a Dankó Rádió korosztályi sajátosságából és életviteli sajátosságaiból adódik, hogy reggel bekapcsolja és este kikapcsolja. Tehát háttérrádiózásként szól. Igen. Nagyon sok embert el lehet érni. Ugyanakkor hagyd mondjam el, hogy most a hallgatottságunk ilyen 350 és 4000 között van, ami egy nagyon szép szám. Ez egy nagyon szép szám. Nyilván nem lehet hasonlítani a fiatalok millióihoz szóló a rádióhoz. Mások a média használati szokásaik. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy
hogy egy olyan szolgáltatót is el kell látnunk, amit szerintem más rádió ilyen értemben nem tud. Nagyon sok idős, elmagányosodott hallgatónk van. Semmilyen ablak a világra más nem működik az ő esetükben, mint a Dankó Rádió. Ez a dallamanyag az, ami felidézi a fiatalságukat, a szeretteiket. Tulajdonképpen minden műsorvezetőt személyesen ismernek szinte. Amikor azt mondjuk, hogy a Dankó család, akkor ebben a hallgatóknak egy nagy körét is bele lehet. Van ilyen is, van is kívánságműsorunk, ahol betelefonálnak, van olyan műsorunk, ahol akinek valami élmény kötődik egy-egy dallamhoz, akkor egy beszélgetést mediál az egyik szerkesztőnk. Csak hogy mondjuk egy példát, hogyha a magyar nóta mondjuk zenei minősége alacsonyabb volna, mint amit most képvisel, még akkor se lehetne azt megtenni, hogy leszóljuk ezt a zenét, mert például volt egy ilyen adásunk, ahol azt kérdezi a riporter, hogy melyik a kedvenc dallama, és hogy miért, és miért ezt kérte, és akkor ezt bejátsszuk, és akkor egyszer csak azt mondja a néni, hogy egyszer megállt egy mentő az utcájukba, aztán elment, másnap találkozott a szomszédasszonyon, aki fekete ruhában volt, és kiderült, hogy váratlanul elhunyt az édesapa, és ebben a családban volt egy fiúgyerek, aki nagyon szerette az édesapja a nótákat, és nótaszövegeket kezdett el írni, így emlékezett az édesapjára, és tulajdonképpen ő azért kéri ezt a nótát, mert ennek a szövegét is a szomszéd fiú írta. És utána megszólalt ez a nóta. Egészen más. Tehát ilyenkor az ember nem nézi, hogy most akkor az énekes nagyon szép tisztán intonáltotta azt a szextugrást, azt tisztán hozta. Az a zenekarod ott teljesen rendben volt, és tényleg a klarinét... Tartozik, hogy nagyon jó muzsikusok vannak ebben a szakmában is. Kiváló muzsikusok vannak, nagyon-nagyon jók. Tehát lényeg az, hogy ilyen dolgokkal egy nagyon összetartó kis közösség hozza létre ezt a napi 24 órás adást. Nagyon sokszor megyünk, kitelepülünk, idősek otthonába is megyünk, törzs hallgatóhoz ki, de hogy is mondjam, Fertőttől nem is igen, tudom. Igen, nem tudom, hanyadik emeleten egy lakásban igen. Is volt már reggeli adás, és amit én még szerettem volna mondani, hogy a reggeli adást, élőadást hallgatva biztos vagyok abban, hogy a hallgatóink jó részében nem válik külön a fogalom, hogy magyar nóta és népdal. Nem is kötelességük tudni, hogy mi a kettő között a különbség. Ők egy népdalra is azt mondják, hogy egy nóta. Eléneklek egy nótát. Tehát, hogy nem feltétlenül cél megtanítani őket a tudományos magyarázatra. Hát kioktatni aztán végképp nem kell. Azt, amit körben forog az a Bartók kiadvány, abban például van olyan dallam, amit Bartók ugye 1912-ben fölgyűjt, és előtte néhány évvel született meg a dallam Izidor Bájgy tollából, aki egyébként szintén itt a Zeneakadémián volt évfolyamtársa Bartók Bélának. De annyira közel került a szerb zenei köznyelvhez, magyarul a népdaloknak a hangulatához, igen, hogy ilyen rövid idő alatt folklorizálódott a dallam, hogy már tambura szavicán, tehát egy arhaikus hangszeren ezt az egyébként kórusra írt művet már Bartók fölgyűjthette. De hát ott van Versendi Kovács József? A mai napig muzsikál. Magyar nóta felvételei is vannak, tamburazenekaros felvételei és népzenei felvételei, és 30-40 éve tanítja a tamburásokat Mohácson. Igen. És hát vele kapcsolatban milyen jó, hogy szóba hoztad, van egy különleges élményen, nemrég volt egy beszélgetés vele, a televízióban is ment ez a műsor, és azt kérdeztük, hogy mit tart az ő legfőbb hivatásának, tehát miért cigány muzsikus. És azt mondja, hogy ő neki az a legnagyobb boldogság, amikor valaki belép, ő ugye a vendéglátóhelyre, ahol ő játszik, és akkor ő megpróbálja meglátni, hogy ez az ember, ennek a lelkében mi van, és mire van szüksége. És megpróbál egy olyan zenét játszani, ami annak, aki oda belépett, annak azt úgy szíven találja. Nyilván, ha valaki nagyobb boldog, mert olyan helyzet, akkor azt, hogyha nagyon szomorú, mert olyan élethelyzet jött, akkor azt. És azt mondja, az a legnagyobb öröm, és akkor könyszögött a szemébe, amikor erről mesélt, amikor úgy érzi, hogy most megtalálta, hogy annak az embernek éppen mi a,
mi az, ami kitölti a lelkét, és ő ehhez tudott hozzá tenni valamit, vagy ennek a földolgozását tudta segíteni, és akik így összenéznek a zenészekkel. Tehát tulajdonképpen a cigán zenekarokat is, ha nótát játszanak, ha nem nótát játszanak, mint a gyógyítók között lévő, szolgáltott tévők, tevők közé kell soroljuk őket. És hát nagyon nagy zenei kultúra, és ezt is félteni kell. Tehát, hogyha egy vendéglátóhelyen most már zenegép van, és kiszorítja ez a globalizált zenei környezet azt, ami igazából a magyar kultúrának a része. Igen, a mi magyar népdalaink nagy értéket képviselnek, de a magyar identitáshoz hozzátartozik a magyar nóta is. És hogy ez milyen népszerű a Kárpát-medencében, itt is érdekes, hogy van jó néhány olyan magyar nóta, aminek a fordítása például a szerb zenei kultúrában is. Zvonko Bogdán például rengeteg, hát rengeteg azt itt húzás, de sok több olyan magyar nótát is műsoron tart és énekel. Bunyavácol is, szerbül is énekli, magyarul is tudja természetesen, mert zombori szabadkai, hogy ez is még ez a nagy dalforradalom, amit a magyar nóta virágzásának időszaka jelent, még ez is inspirációt adott a környezetünkbe. Tehát nem csak a tárogató sikerült nagyon jól, hogy egyszer csak szlovák, román, délszláv népi hangszer lett, vagy a cimbalom, hogy az egész Kárpát-medencében mindenhol szeretik a cimbalmot. Lehet, hogy van egy éppen kis politikai összeütközés, de a cimbalom szeretetében abba mindenki ugye összetalálkozik. Ez is egy olyan közép-európai érték, úgyhogy nem szabad. Természetesen azon is gondolkozunk, hogy mi okozhatta azt, hogy a nóta ennyire, hát úgy, hogy a művészi szintje ez egy picikét úgy megsüllyedt, vagy meg lett süllyesztve, vagy nem tartjuk intellektuális körökben olyan értéknek, mint mondjuk a népzenét. Bár és szerintem titokban mindenki tud magyar nótát énekelni, ha bevallja, ha nem. Hát igen, meg egy olyan közösségbe. Sőt, hát azt kell mondjam, hogy amikor mi tanítjuk a népzenét, és esetleg egy verszakkal tanul meg az a gyermek, vagy az a fiatal, vagy az a hallgató, akár egy népdalt, azt szoktam mondani, amikor felvételiztetek, hogy hát van lehetősége szabadon választott népdalra is. Egy kérésem van, hogy olyat énekelj, amit neked tetszik, azt meg kellene tudnod mondani, hogy miért tetszik, és amit több versel is tudsz. Mert mondom, ha együtt akarunk énekelni, hát ha én egy verszakkal tudok valamit, mire te bekapcsolódnál, már vége a dallamnak. Tehát akkor tudsz bekapcsolódni, hogyha van nekem 3-4 verszakom. És ez a nótáknál szinte még jobban megvan, sőt, itt még a generációs ellentét se olyan nagy. Én a fiamban szoktam tesztelni, hogy mit bír az a generáció, orgonaszakra jár, klasszikusra, és hát jár hozzám harmonikára is, tehát a népzenével is fertőzzük, és klasszikus zenével is, és amikor elviszem egy ilyenre, akkor mindig nagyon fontosak ezek a megbeszélések, és az az érzésem, hogy a fiatalokat is megérinti ez, hogy azt mondja, apa, az egész színházterem énekelt, hát igen. Tehát nem csak az énekes énekelt fönt, hanem az egész színházterem. Ezt nem minden műfajnál tudjuk. Tehát amikor Izolda szerelmi halála van a színpadon, akkor az a közönség nem szokta ezt magával, nem is illik, nem szokta énekelni. Tehát persze nem is az a szituáció, persze tréfás is, amit mondok, de még a népdanál is, tehát még ha Mártit halljuk, ott is aki inkább. És ilyenkor, meg amikor magyar nóta van, akkor pedig, tehát szóval ezt azért fontos. Most, hogy mi lehetett az oka, hogy ennyire eltávolodtunk tőle, és akkor hát persze, igen, a régi zenekarok, régi énekesek között nagyon szikár, tehát kevésbé érzelgős, vagy úgy is mondhatnám, hogy maníroktól teljesen mentes előadást hallhatunk, és az idők folyamán valahogy ez azért mégiscsak rárakódott. Tehát amit mondjuk egy ilyen klasszikus zenei műveltségű hallgató, vagy egy népzenén nevelődött hallgató először furcsának lát, és tulajdonképpen, vagy hall, és joggal, az talán ezeknek a maníroknak a jelenléte.
És most például hát nagy örömmel jelenthetem, hogy pont Bartazi Ágoston archívumából kerül be majd a rádióba egy nagyon szép anyag. Hozzá kell tennem, bocsánat, hogy népzenész, aki gramofon lemezeket gyűjt, több ezer gramofon lemezt digitalizált. És magyar nota felvételeket, de szinte a világ minden tájáról. A szó jó értelmében mániákus Barta Zoltán Ágoston, aki egyébként remek kontrás és tekerős, és a Pátria című műsor egyik szerkesztője, készítője. Tehát ő ebben a fantasztikus, tényleg elmélyült munkában ezeket összegyűjtötte. Ezeken a felvételeken persze van egy pici gyarlóság a hang minőség tekintetében, mert kicsit. De hát hallottuk az előbb, hogy egy fonográf felvételt meg tudtunk hallgatni, akkor egy korszerű gramofon se feltétlenül rosszabb, és a zenei minőség pedig nagyon jó. Tehát a hegedűnek hegedű hangja van, egy Magyar Imre zenekara, még Kelemen Barnabás is azt mondja, hogy hoppá. Ez együtt van, szépen, minden arányosan megben van, jól, egy picit más. Egyébként hát a klasszikus zenészek között is valaki Mozartért rajong, valaki Schubertért rajong, tehát ott se azonos minden. És itt is azt látjuk, hogy itt azért van egy zenei minőség, és az énekesek tekintetében is azt látjuk, hogy mintha kicsit közelebb lenne akár a népzenéhez, vagy pedig olyan intellektuális szint jelenik meg, neves színész énekel, aki esetleg egy ilyen nem túl magas népi bölcsességet, hogy mit tudom, 100 forintnak 50 a fele. Ugye, hogyha egy olyan egyéniség szólaltatja meg, akkor ez tulajdonképpen elveszti ezt a kevésbé polarizott szövegi tartalmát, hanem egy jó hangulatú, könnyed dologá tud válni. Tehát, és ezzel párhuzamosan persze mi azon is gondolkodunk, hogy a mai fiatalok között, tehetséges színészek, énekesek között van-e olyan, aki ezt a műfajt hasonlóan ezekhez a nagy öregekhez ilyen intellektualitással, szakértelemmel, stílusbiztonsággal meg tudja tölteni. Nyilván a szövegek nem mindegyike, igen, a szövegek nem mindegyike illeszkedik a korunkhoz, ugye azt is tudjuk, de egyfajta kort felidéző zenének is. Hát örömmel hallgatjuk a Hot Jazz Bandet, ugye? Nem mondjuk azt, hogy miért nem egy mai rockzenét játszik, tehát úgy látszik, hogy azt az időszakot is szépen fel. Ez egyébként a magyar történetnek egy nagyon szép és fontos időszaka, tehát a nóta ilyen szempontból is alkalmas arra, hogy azt az időszakát is megszemléljük a dalszületésnek, amit a nóták virágzása jelent. Úgyhogy szép hosszú távú feladatok várnak. Utolsó, igen, azt akartam még megkérdezni, hogy hány évre tervezed az itteni munkádat, de előtte egy rövid történetet hadd mondjak el, hogy ugye bent a szerkesztők nem csak meghallgatják, kiválogatják, műsort készítenek ezekből a felvételekből, hanem adatolni kell, nagyon sok mindent kell ezekkel csinálni, és Fedák Sári egy felvételét adatolta Budai Bea, és hát sokat kacagott, megmutatta nekünk is aztán, hogy a felvételen elhangzik, hogy kedves közönség, ez egy hangfelvétel, tehát rádiós felvétel volt, most tessék figyelni, mert táncolni fogok. Tehát, hogy ennyire, akár külön történeteket lehetne ezek köré keríteni, de mennyi ideig tervezed? Ezzel nem gondolkoztam, annyit be kell valljak, hogy 9 hónap választ el engem attól, hogy a nyugdíj korhatárt elérjem. De semmilyen tervet nem szövegetek, hogy mondjuk félrevonuljak szentendrei magányba, és nem is tudom. Ezt is szépen meg kell még csinálni, ezt a munkát nem lesz egyszerű. A perikötet. Igen, a perikötet, a jogörökössel már levelezésben vagyok, úgyhogy támogatják a dolgot. Nyilván szükséges hozzá egy kis egyéb anyagi háttérnek a megszervezése is, tehát ez is egy szép feladat. A zenekarban is sok mindenen gondolkodunk, még 45 évesek vagyunk. Ott a rádióban nem csak, hogy ezt kellene megcsinálni, hanem az archívumot olyanná tenni, hogy például ne maradjon ki egy-egy korosztálynak az életéből az a lehetőség, hogy rádiófelvételt készítsen. Ez a népzenészekre is
is vonatkozik. Én emlékszem, amikor először vonultunk be a 22-es stúdióba, az felejthetetlen volt. És nagyon fontos volt, és nagyon fontos tapasztalat volt, amit az ember egy félórás anyag följátszásakor szerez, mert hogyha ez nincsen, és rögtön mondjuk egy lemez felvételt kapunk, ahol rögtön 60 vagy 70 percet kell feljátszani, az egy kezdő zenekarnál tapasztalat nélkül az egy jégre menni korcsolya tudás nélkül. És volt egy ilyen időszak, amikor ez teljesen kimaradt a fiatal zenekarok és előadóknak az életéből. Tehát ezt is sikerült feléleszteni, minden évben most is éppen ma is zajlottak zenefelvételek, ugyanabban a 22-es stúdióban, és népzenészek mentek, de ugyanezt megpróbáljuk a nóták és az operettek világában is. Tehát azt is szeretnénk, hogy az a megnyilvánulás, az a zenei megnyilvánulás legyen az nóta, operett vagy népzene, ami a ma mi kortárs időszakunkat jellemzi, ennek is legyen nyoma a Nemzeti Hangarchívumban. Tehát sok szép dolog van. Hát ha időt akarsz tőlem kicsikarni, akkor nem tudom, tehát semmiképp sem fogok tudni időt mondani. Szerintem most lendület van, ezt a koncepciót a rádióvezetés elfogadta. Én azt hiszem, hogy az alkotói közösség is nagyon támogatja ezt, és valószínű, hogyha hosszú távon kialakul ez az egyharmad, ez a szép arány, és kialakul az, hogy minden műfajtól függetlenül mindegyik egységesen egy bizonyos és magas esztétikai minőséget tud képviselni, akkor esetleg, ha megkérdezel, azt mondom, hogy jó, hát akkor a munkát elvégeztem, akár át is veheti valamelyik fiatal, aki ezt folytatni tudja. Köszönöm szépen, maradunk még sokáig. Nagyon szépen köszönöm Heredics Gábornak és Vasvári Anna Máriának ezt a nagyon érdekes, nagyon sokszínű beszélgetést. Rengeteg mindent tudhattunk meg a munkádról. És ugye hát mindenki tudja, hogy itt az a szokás, hogy a beszélgetés végén föl lehet tenni esetleg kérdést a kedves meghívott vendégnek, amíg ezen gondolkodnak. Én hadd köszönjem meg Vas Johannának is, a könyvtár igazgatónőjének azt, hogy befogadta most már sokadik alkalommal a mi keddi kaleidoszkóp sorozatunkat, és ugyan már néhányszor bejelentettem nagy ünnepélyességgel, de most tényleg úgy van, hogy a következő keddi kaleidoszkóp már az Andrássy utca 101-ben a Magyar Művészeti Akadémia új irodaházában lesz. Ez egyébként egy hét múlva, mához egy hétre lesz ez a következő keddi kaleidoszkóp, akkor Sipos János népzenekutató lesz a vendégünk, és nagyon szépen fog kapcsolódni a mostani beszélgetéshez, hiszen Bartók nyomában török népek között ez lesz a címe az akkori beszélgetésnek. Na most, amíg itt készülnek esetlegesen a kérdések, az az igazság, hogy bennem kettő is megfogalmazódott. Az egyik az, hogy nagyon jó volt hallani azt, hogy miközben nagy örömmel elmondtad, hogy 24%-ra emelkedett az autentikus népzenének az aránya a Dankó Rádió műsorában, a magyar nótáról mégis mint egy nagy értékről, egy hungarikumról beszéltél, és úgy, hogy tényleg ez milyen sok embernek milyen sokat adhat. Szóval azt gondolom, hogy ez a megközelítés, ez nagyon fontos, hogy azért nem kell azt kidobni a nagy igyekezetünkben, ugye, hogy minél közelebb vigyük az autentikus népzenét a hallgatósághoz. Szóval tulajdonképpen meddig fog változni ez az arány? Szóval a te véleményed szerint mi lesz az egészséges arány a magyar nóta és a népzene között? Ne felejtsük az operett. Igen. Hát itt, mivel hogy három ilyen fő pillér van, tehát tulajdonképpen az egyharmad arány, talán ez lenne az, ami úgy kívánatos lenne. Tulajdonképpen ezt el is fogadta az MTV a vezetése, mert úgy az embernek a szubjektív szándék az egy dolog, ehhez támogatást kell azért szerezni. És én azt hiszem, hogy itt a megoldás tulajdonképpen az lesz, sokfelé kell dolgoznunk. Én a nóta rajongóknál azt, hogy ők megszeressék, megkedveljék a népzenét, ezt még simább ügynek tartom, tehát könnyebben elérhető ügynek. A páva példát is ezért mondtam. Tehát, hogyha mi egy ilyen anyagot kínálunk számukra, akkor
azt fogják hallgatni. Ők nagyon hűséges hallgatók, tehát tényleg az a Don Kocsán, ez komoly is, ők bekapcsolják a rádiót, és mellettünk vannak, és mindent tudnak, és hogyha születik egy gyerek, akkor ők már tudják, és gratulálnak, és tehát tényleg egy Don Kocsán van. Na most, ahol inkább kell az operetnek az elfogadása a nóta kedvelők szempontjából, az egy nehezebb dolog, de ott is szerintem azért jól állunk, mert ott is valami olyasfajta érzéseket tud a magyar történelem nagy korszakait tudja felelemeníteni. Tehát valószínűleg a népzenészek, hogy elfogadják azt, hogy persze mi a népzenét szeretjük, és akár műveljük, és táncházba járunk, de hogy az identitásunk szempontjából a közös dallamanyag is nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen egy picit azt próbáljuk terjeszteni mindenki felé, hogy legyen egy, nem is tudom, egy olyan 300 dallam, ami tulajdonképpen aki magyarnak vallja magát, azt az úgy tudja. És most nem azt mondom, hogy ez a Kodály koncepció, mert nem az volt a lényeg, hogy nótát énekeljünk, de az, hogy mégis legyen közös dallamanyag. Ugye milyen érdekes, a Sebő Feri mondta, hogy az egész táncház mozgalom hajnalán egy építőtáborba összegyűltek, és a bolgárok is tudtak együtt énekelni, a szerbek is tudtak együtt énekelni, és akkor Bélával ők egy gitárral is nem tudtak, és tulajdonképpen hát nincs itt egy ilyesfajta dolog. Na most nyilván a fiataloknak a széki mezőségi zene nagyon népszerű. Ha mi nemzetiségi körben vagyunk, akkor az a zene is nagyon népszerű, amit mi abban a körben csinálunk, meg ez a befogadás is nagyon jó, de ha én most ténylegesen azt gondolom, hogy sok olyan közös énekanyag legyen, nem kellenek a 300-nak mind nótának lenni természetesen. De hogy ebbe a közösen ismert énekelt anyagba egy bizonyos rész a magyar nóták közül kell, hogy kikerüljön, abban szinte biztos vagyok, és hát ez lesz a megoldás, az érzésem, hogy egyharmad, és valahogy egy olyan közös énekanyag felé vinni, azt a jó felvételeket kicsikét többször adni, változatos műsorsávokba adni. Ez egy nagyon hosszú távú dolog, de ha így eltöltünk, tudom én, 30 évet, akkor lehetséges, hogy ahogy a Danko klubokba, amikor kitelepülünk, és az énekesek megénekeltetik a közönséget, akkor tulajdonképpen egyszer csak eljutunk oda, hogy ez egy közösen tudott dallami szöveganyag tud lenni. Egy gondolatot én is hadd mondjak, hogy Kis Ferencnek volt tavaly a táncház találkozón, ott voltunk a Danko csapat, a népzenei műsorok, és ő fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen a táncház mozgalom az éttermi, kávéházi cigányzene ellen is jött létre a 70-es években. Tehát ez nem a klasszikus időszakot jelenti, hanem ennek már egy erősen leromlott, vagy hát gyengébb minőségű változata. Tehát, hogy ez is benne van az ellenállásban. De a népzenészeknek azt is fel kéne egy kicsikét fogni, vagy megváltoztatni a gondolatmenetüket, hogy ugye az új stílus, ami hát azért több mint 100 éves, 150 éves, nincs az új stílusú dallamok, azokat sem nagyon szerette a táncház mozgalom egy időben. Tehát mindig az ereszkedő pentaton, és minél ősibb, és kár, hogy nem találtunk mi magyar hőséneket 500 versszakkal, de azt kereste mindenki, és ez is rendben van. Csak ne felejtsük el, hogyha egy néprajzos szemszögéből nézünk valamit, vagy egy múzeológus, vagy egy történész szemszögéből, az adott pillanatot rögzíteni kell. Tehát ma egy kutatónak ezt is el kell tennie egy múzeumban. Tehát nekünk és a népzenegyűjtők eredeti felvételek sorában, amiket gyűjtöttek, lehet, hogy csak hármat tudott használni, mert a többi magyar nóta volt, már romlott dallam, tehát az adott pillanat az lehet, hogy egy 150 éves pillanat, de mi a 600 éves pillanatot keressük, de mindegyiket értéknek kell tekintenünk, az új stílust is. És azt, hogy mi egy ének kultúrája, vagy zenei kultúrája egy embernek, vagy egy közösségnek, hát arról nagyon sok tanulmányt, doktorit lehetne írni. Ez nagyon szépen köszönöm Anna Máriának ezt a hozzátételt. Van-e esetleg kérdés? Akkor én még föltenném a másodikat is. Ja, van ott kérdés. Á, nagyszerű, igen. Itt nem közvetlenül ahhoz kapcsolódik, amit mondtál, de ahhoz is kapcsolódik. Hogy mostanában több olyan programon voltunk, ahol költészet volt az alapvető téma. És megdöbbenve
tapasztaltam, hogy irodalmárok a népköltészetet nem tekintik költészetnek. Tehát egyszerűen mereven elzárkóztak ilyen felvetéssel kapcsolatban, illetve hát mondtak valamit, de hát az nem lényeges. Tehát, hogy egy ilyen attitűd nem csak a zenés műfajokba fordul elő. Ugyanígy például a népmese az nem tekintődik prózának. Az egy külön sufni, azt kell azon a helyen használják, de az nem próza. Tehát, hogy itt a kérdés sokkal tágabb, mint amit itt most... Igen, hát vannak hullámok, nem? Mert a táncház mozgalom elején pedig hát elég nagy költőnemzedék tekintette azokat a képeket alapvetésnek, ami a népdalokban megjelenik. De Gábor a vendég, bocsánat. Van egy olyan munkám is, arról most nem beszéltük, de amikor a Zeneakadémián tanítok, akkor nem csak a népi harmonikát, vagy kamarazenét, vagy a tamburákat, hanem most a klasszikus osztályoknak és a jazznek is, és a rendkívüli tehetségek képzőjének is én tartok népzeneórát. Ami hát nagy megtiszteltetés, de nagy kihívás is természetesen. És én ezeket az órákat úgy szoktam kezdeni, hogy amikor én a klasszikus zenei képzésben részesültem, akkor amikor ott találkoztam a népzenével, az tulajdonképpen mégsem tette azt lehetővé, hogy én a népzenét megszeressem. Más kellett hozzá, feltételezem, hogy ti se kaptatok esetleg egy ilyesfajta élményt. Biztos van valami tisztelet a népdal iránt, mert tisztelitek Bartókot, tisztelitek Kodályt, a tanáraitokat, ők deklarálták, hogy ez egy nagy érték, ami egy Mozart szonáta, egy Bach fúga, olyan tisztaság és tömör, magasrendi muzikalitás tud összesűrűsödni egy egyszerű népdalban is. Természeti tümejnének hívta Bartók, de mondom, az lesz az én célom, hogy ti élményt szerezzetek. Úgyhogy mi most nem is elemzünk, és beszoktam nekik játszani egy 2 évvel ezelőtti felvételt. Hogyha van idő, most is szívesen bejátszom ezt a felvételt a telefonomról. Bastyúr István énekel, ez egy pásztorember a szilicei pusztán. Gólyatáboron volt a népzene tanszék, és kicsit szabódik, de aztán dalra fakad. És azt szoktam kérdezni ezektől a fiataloktól, akik klasszikus hegedűsök, zongoristák, zeneszerzősök, karvezetősök, stb., hogy szerintük ez érvényes művészi közlés-e? Vagy valami nosztalgia mondatja velem azt, hogy egyébként ez szép, ha ezt mondanám. És eljutunk oda, hogy igen, ez nem csak annak a pásztornak egy szép éneke, és a szövegtartalom is, itt utalok a kérdésre, hogy a szövegtartalom is kimeríti a költészet fogalmát, és ami még fontosabb, hogy mai nap is érvényes művészi közlés, és hogy a szakralitás is megjelenik benne. Ez a pásztor egyébként először csak nekünk énekel, de a második sornál már az egész szilicei fennsíkot megszólítja, hogy úgy mondja, beleférjen? Beleférjen az időbe? Így szépen bejátszom. Itt van. Van egy kis szabódása. Pali, Pali! Ez lehet. Összeg egy kis pálinka, az ott kezdett hozzá? Én ha magam megint mondtam az egyiket. Jaj! Nem akar énekelni. A maga neki holyat nem ad hagyni. Egy kis pálinka lenne, ugye? Ez sem az pálinka. Ez nem egy rádiójáték, tehát ott a báránykák, ott a pásztor közelébe legelnek, és akkor ott körbe vették. Ja. Danoljak, ne danoljak. Danoljunk! Nem ismerik ennyi. Milyen nehéz a gyűjtő feladata is, ugye? Colombia.
te gyárok tanyájában. Hely, de másnap este meg is jelent két betyár. Hely, Vidrócki, ne legelt ezt a gólya, hogy inkább gyere, állj be hozzánk, bityárnak. Helyre a gulyát meg, hadd le a gazdáján. Hogy ezt Vidrócki nem is vetett tréfává. Milyen csodálatos tempót vesz, ugye? Egy de másnap este besétált a tanyába, hogy elvezette a bíró sárga lovát. Helyre azzal indult a betyáró, Kalatóval. Hogy jaj, de csendés a nagy mátra, hogy merre vidi lót ki, de már nem járja. Hely, de a lovat se látta senki, hogy emlék itt az erdő ül. De a mátrai hegyek alatt, hely, de szomorúan zúg a harag, mert egy ázba borult a nagy erdő. De a nagy betyár gyászolja, hogy jaj, de búsan zúg az erdő. Hely, de közepében egy temető, de egyetlen egy sír van benne. De a Vidrócki nyugszik benni. Szép. Köszönjük szépen. Nagyon, ez nagyon. És ez meggyőzi a hallgatókat, hogy, és rögtön ez a tempó megragadja őket, abból a rohadásból, hogy egyik orral a másikra, és az, hogy ez egy két éves felvétel, ez... Most a dátumot is meg tudom mondani, mikor. Ezzel a telefonnal készült egyébként, azért van ezen. 2016. augusztus 28-án énekelte Pastyó István. Tehát nem valami régi felvétel. És sokat számít. Olyan is volt, hogy tanár úr játssza be, pár órával korábban már hallottuk ezt, de hogy mégis. És ez költői a szöveg? És az a válasz, hogy igen. Csodálatos ritmusa van ennek az előadásnak olyan értelemben, hogy ahogy levegőt vesz, ahogy egy sor elhangzik, igen, a szüneteknek igen, a hosszúság, az a hihetetlen arányérzék van benne. Na, akkor úgy döntöttem, hogy nem tartom magamban azért azt a személyesebb kérdésemet sem. Szóval ugye te január óta a magyar kultúra lovagja vagy, és tényleg, mint egy igazi lovag, hihetetlen sokat teszel a magyar kultúráért, tehát itt beleszédül az ember, ha hallja, hogy a Dankó Rádió igazgatása, meg most elmondtad, hogy hány helyen tanítasz, meg a rengeteg koncert. Én azon is megdöbbentem, hogy amikor megkértem Meredics Gábort, hogy vállalja el ezt a beszélgetést, elsőre rögtön igen mondott, és most amikor idejövet néztem, hogy
hogy a Vujicsics együttesnek a honlapján milyen koncertek vannak, akkor láttam, hogy neki pár nap múlva, de még külföldön is, tehát most sorozatban annyi koncertje van, hogy nyugodtan mondhatta volna, hogy hát ne haragudjatok, hát nekem erre nincs időm, mert tele vagyok feladattal, tele vagyok szerepléssel. Na most mindehhez, hogy ennyire elfoglalt vagy, mindehhez meg tudtad őrizni tényleg ezt az állandó vidámságot, lelkesedést, és elhangzott, döbbenten hallottuk, hogy te mindjárt itt ugye pár hónap múlva nyugdíjkorhatárt eléred, szóval nyugdíjas korba lépsz, hát ugye ha rád néz az ember, akkor mindent gondolna, csak ezt nem. Szóval mi a titka ennek az elképesztő aktivitásnak, ennek a rengeteg energiának, ennek a konzervált fiatalságnak, ha erről még esetleg egy-két titkot átadnál nekünk, azt nagyon megköszönjük. Hát nagyon egyszerű a titok egy része, tehát hogy van sok teendő. Valóban ezt el is felejtettem mondani, hogy hétvégén Belgrádba megyünk, és pont egy Vujicsics és Bartók kapcsán próbálunk ott ebbe a nagyon kedvező klímában, itt mondom, most nagyon sok cikk jelent meg, hogy Bartók milyen nagy dolgokat tett, tehát ez most már kezd egy kicsikét elfogadottá válni, ebben tudunk majd eredményt elérni. De hogy a személyes kérdésre is válaszoljak, hát én egy dolgot tudok mentségemre fölhozni, hogy nekem 5 gyerekem van, de a 2 kicsi, azok tulajdonképpen egész fiatalok, tehát van 4 unokám is, ugye, de a legkisebb 17 éves az Anna, és a Vince meg 18. Tehát tulajdonképpen nemrég még vinnem kellett ugye óvodába, bölcsődébe, stb. Megtanítani, járni, aztán biciklizni, aztán tamburázni, tehát mindenfélét kell. Tehát tulajdonképpen annak, hogy biztos majd behozom, amikor eljut az idő, de valahogy minthogyha azt konzerválna az ember lendületét, aktivitását, dinamizmusát, hogy még fiatal gyerekek vannak és feladat van. A másik az meg egy ilyen szerencsés körülmény, hogy édesapámnak gyönyörű fehér haja volt, a mama pedig 93 éves korában is tulajdonképpen ilyen haja volt. És én meg azt örököltem, és ez úgy tűnik, mintha én olyan fiatal lennék. A bajszobon azért látszik, ez a papa. A bajusz a papa, a haj az a mamáé. Úgyhogy valószínűleg ez a titok, nem nagyobb. Nagyon szépen köszönöm akkor még egyszer Eredics Kábornak és Vasvári Anna Máriának ezt a rendkívül élvezetes beszélgetést, a kedves közönséget pedig várjuk jövő héten, tehát mához egy hétre ugyanígy 6 órakor az Andrássy út 101-ben az új irodaházban. Viszontlátásra! Köszönöm.